megvan, már tudtam kapcsolni. A Tobak Team Hungary Fehérvári kettőse, Mató Kádám és Szabó Kátián 2012-ben a Rally Országos Bajnokság 8-as csoportját még egy Honda Civic Type R-rel nyerte meg. A következő esztendőben már előrelép a kettős, hiszen egy Honda R3-assal fognak versenyezni. Meg is kezdődtek a tesztek, az első próbálkozásokat ugyan még nem saját autójukkal tették a versenyzők, ez jelenleg is épül, azonban egy hasonló összeállítású Honda R3-assal repeszthettek. Az első tesztelés jól sikerült, kezdésként az autóval kellett meg ismerkednie a duónak. Mindenkinek tudni kell a dolgát, és tudni kell az autó működését, tehát először is, amikor egy új autóval találkozunk, akkor meg kell vele barátkozni, meg kell ismerni az eszközt, és aztán utána lehet vele nekiállni, tesztelni, tehát ez volt az első órában, gyakorlatilag megismerkedtünk az autóval, a működésével, a kapcsolókkal, az ülésbeállítástól kezdve mindennel, és most gyakorlatilag már nekiálltunk egy jó kis tempós tesztet csinálni. Bemelegítettük az autót, ezzel meg vagyunk. A Honda R3-as egy 260 lóerős járgány, melyet szívó motorral szereltek fel. Ahogy Mató Kádám mondja, egyelőre még furcsa az új autó, neki is meg kell szoknia az új vezetési stílust. Az autó nagyon jó, meg kell szokjam. Teljesen más vezetési stílust igényel, mint az eddigi autóim. Hozzá kell szoknom, azért is álltam ki, mert rájöttem, hogy nem jól ülök az autóba. Én eddig szerettem közel ülni a kormányhoz, de itt nagyobb edőmunka, amit igényel ez az autónak a vezetése, úgyhogy messzebb kell ülnöm. Például ezt most át kell variálnunk, de egyébként az autó nagyon tetszik, nagyon kezes. Nagyon jó vezetni. A Mató Kádám Szabó Kátián kettős nem sokat vár az újabb teszteléssel, hiszen elindulnak majd a decemberi Mikulás Rallin. Ezt követően folytatódik a felkészülés a 2013-as verseny szezonra, melynek keretében szeretnének elindulni minden nemzetközi futamon, illetve Európa bajnoki megmérettetésen.